estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió Mecénás című kulturális magazinját látják. Tartsanak velünk ma este is! A következő negyed évszázadban is Zemplén meghatározó kulturális fesztiválja szeretne lenni, a Zempléni Fesztivál. Hangzott el az augusztusi programsorozat beharangozó sajtótájékoztatóján, melyet Sátoraljaújhelyen tartottak. Augusztus 11-e és 19-e között idén is több mint 40 helyszínen közel 60 produkcióval várják a művészetek kedvelőit. Zemplén nagyobb városainak, településeinek legkiemelkedőbb kulturális eseménye a Zempléni Fesztivál, amelynek negyedévszázados fejlődése szerencsésen egybeesett a vidék fellendülésével. Az idei 26. programsorozatban Sátoraljaújhely is kiveszi a részét, 5 programot kínálnak itt a szervezők. Valóban több időpont, változatos helyszínek, hogy csak néhányat említsek, augusztus 12-én szombati napon délután 5 órakor itt a Városháza dísztermébe a bécsi kávé Onnára kerül sor. Ez már hagyományos visszatérő rendezvényünk, ahol a kedves vendégek a bécsi kávé különlegességek, sütemény különlegességek mellett hallgathatnak különböző kulturális jellegű előadásokat, koncerteket, idén is így lesz ez. Én úgy gondolom, hogy a Sátoraljaújhelyi eseményeknek talán a következő nap lesz a kiemelkedő programja, mégpedig ebben a gyönyörű környezetben itt a barokk stílusú városháza, illetve annak udvara ad majd helyszínt a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjének, ahol Miklósa Erika közreműködésével zajlik majd a szabadtéri koncert. Ennek érdekessége, hogy gasztronómiai ingyenséggel, kóstolással is társul majd, ahol különböző újhelyi kiváló borászok borait lehet majd megkóstolni, illetve zempléni eredetű ételeket lehet majd kóstolni a vendégeknek a szünetbe, illetve a koncert végén. Bátran mondhatjuk, hogy a Zempléni Fesztivál a legnagyobb és a leghosszabb fesztivál programja immár 26 éve Zemplénnek, Rokahegyaljának, és itt illik megköszönni mindenkinek, aki annak idején elindította a Zempléni Fesztivált, a jelenlegi igazgatóknak, Túrjáni Miklósnak, Hollerum Gábor úrnak, akik nagyobb részt viszik a hátukon ezt a programsorozatot. Augusztus 11 és 19-e között zajló programsorozat főhelyszíne idén is Sárospatak lesz, ahol nyitó és záró koncertek mellett jazz, színházi produkciók, számos zenei esemény is látogatható. Idén a Képtár és a Művelődésháza közös munkájának eredményeképpen képzőművészetek és kiállítások terén is erősítenek. Sárospatak 26. éve valóban a fesztivál központja, ezért én mindig szeretem hangsúlyozni, hogy a programokon túl sok olyan fesztivállal összefüggő ügy lebonyolításában és a régi visszatérő kedves vendégekkel való kapcsolattartásban is fontos szerepünk van. Természetesen a programok tekintetében 3 dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy az egész fesztiválban a képzőművészeti vonal az idén nagyon erős és jelentőségteljes lesz. Ezt az is mutatja, hogy a 4 zempléni városban a fesztivál első 2 napján gyakorlatilag kortárs kiállítás nyílik, és hát hagyományosan az egyik az Ebzámbú István és Sárospatakon a nyitókoncert előtt az Újbástyában veszik kezdetét, majd pedig szombat délután a már hagyományos megérthető zene után kerül sor a Művelődésházában egy kiállításra. A másik fontos dolog, hogy az esti jazz programok, amelyről már a fesztivál igazgató is beszélt, egy nagyon színes, széles skálát mutatnak be minden este. Mondhatnám azt is, hogy ezek a kis esti jazzek szinte egyre nagyobb és hangsúlyosabb szereplői lesznek a programnak, hiszen még a záró koncertet követően is egy igazán nagy formáció lép majd színpadra. Reménység szerint ez minden alkalommal a Makovec téren, Szabad téren kellemes borozgatással egybekötve valósulhat meg. És hát természetesen nem hagyhattuk ki a nyitó és a záró koncert a Rákóczi vár udvarán, de ami még nagyon fontos, hogy színházi előadás is lesz az éven a Művelődésházában, egy igazán mai kor dolgairól szóló darabbal, és hát reméljük, hogy úgy ez a színházi este, mint a gyerekeknek szánt kis színházi programok is nagy sikert aratnak majd.
Sztárok és szuperprodukciók sem hiányozhatnak az idei kínálatból. Malek Andrea, Miklós Erika és két egész estés produkció kínál különleges élményt. A minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap, valamint az önkormányzatok mellett cégek, vállalkozások is támogatást nyújtottak a fesztivál megszervezéséhez. Mi mindent megteszünk ezért, már az elődeink is, valljuk be, 12 év elteltével úgy adták át a stafétabotot, hogy nagyon magasra volt téve művészileg és szakmailag a mérce. Ennek mi próbálunk azóta is mindig megfelelni, illetve hát a saját elvárásainknak, meg a közönség visszajelzései alapján is alakítgatjuk a programot. Én azt hiszem, hogy egyébként sem, amíg nem volt ilyen támogatás, mondhatom nyugodt, hogy nem azért nem volt, mert ne lettek volna megelégedve. Az Antenna Hungária sem azért szállt ki a fesztiválból, ezt tényleg őszintén mondom, mert problémája lett volna a fesztivállal, hanem sajnálatosan a körülmények úgy alakultak, hogy gazdaságilag ők nem engedhették meg magunknak továbbra is biztosítsák. Ők egy nagyon jelentős összeggel támogatták addigra már, tehát a 19. fesztivál évre már ez majdnem 50 millió forint volt, és az nem ma volt, sok évvel ezelőtt. Tehát ezt veszítettük el akkor, és az nekünk egy óriási hiányt okozott. Hál' Istennek túléltük azokat az éveket is, szerényebb, de szép programmal akkor, és mostanra vissza tudtunk kapaszkodni, úgy gondolom egy olyan szintre, ami vállalható, ami tényleg úgy megtölti ezt a 9-10 napot, mikor mennyire van lehetőségünk, hogy méltó a Zemplénhez is, méltó a tokai bor rangjához, méltó ezekhez a egyre szépülő, egyre fejlődő helyszínekhez, ahova visszatérünk évről évre, és hát próbálunk ugye alkalmazkodni az aktuális jubileumokhoz, mindig ahhoz a lehetőséghez, adottsághoz, ami vár minket abban az esztendőben. Hollerung Gábor művészeti vezető idén sem hagyta meg a produkció nélkül a zempléni fesztiválozókat. Az Abba Szimfonik előkészületeiről is szóltak a sajtótájékoztatón. Egy szép nagy kórus lesz, az Abba formációt a Street Singers képviseli, akiket a közvélemény Cotton Club Singersként ismer, ugye László Boldizsár nélkül, aki közben ugye operaénekes lett, és hát természetesen igyekszünk látványt is teremteni. Egy picit talán hasonlítani fog a John Williams showhoz, amit tavaly csináltunk. Nyilván az a különbség, hogy itt most Abbára építjük, és nem titkoltan ezt egy nagy produkciónak szánjuk, azért meg lesz a sportcsarnokban és majd Budapesten, októberben, de hát annál izgalmasabb mindnyájunk számára, hogy ez most itt Tokajban fog legelőször megszólalni ez a produkció. A nyitó és záró koncertek? A nyitó koncertet azt a Budafoki Doktrányi Zenekar játsza, vezényletemmel vendégünk Szabó Ildikó lesz, akinek az Zemplényi Fesztivál két éve egy meghívást adott díjként a kitűnő szereplésért a Kazász versenyen. A műsor, ha szabad így mondanom, inkább klasszikus, tehát egy kicsit hagyományosabb, egy Schumann klasszicizáló műve, Haydn cselló versenye és hát Beethoven valójában már a romantika ajtaján dörömbölő 7. szimfóniája lesz a program. Az árakoncertet ezúttal a győri filharmonikusok játsszák, őket hívtunk meg, egy kitűnő zenekar, akivel én igen szoros kapcsolatban vagyok, igen sok projektet csináltunk együtt már, és egy remek zenekar, ők zárják le a fesztivált, ugye a dolog tetőpontjaként Dvořák Új világ szimfóniájával, amely megint bizonyosan a közönség kedvencei közé tartozik. Ez a két szélső pontja. A doktrányi zenekar még a szokásos akadémiájával, amelyben fiatalok vehetnek részt. Vashegyi György, a kitűnő karnagy barátom, aki a régi zene és a historikus eladásmód legjelentősebb magyar képviselője, sőt nemzetközi viszonylatban és kiemelkedő képviselői, őt hívtuk meg egy kicsit ezt a műfajt és ezt a játékmódot is tanítani a fiataloknak, meg ezt mindenkire, még a zenekaromra is azért ráfér, erről mindig egy picit ezzel foglalkozni. Ővel lesz még egy koncert Tokajban, a kvázi kimondottan a fesztivál, pontosabban a Zenekari Akadémia lezárásaként. A programokat idén is kíséri gasztronómia. Számos kiránduló koncert kiegészítő programja lesz a bor és az ételkóstolás.
Az elmúlt hétvége gazdag és sokszínű kulturális programokat kínált a családoknak, mind Sárospatakon, mind Sátorhajóújhelyen. A múzeumok éjszakája jegyében kiállítások, kézműves foglalkozások, gyermek- és ismeretterjesztő előadások és szórakoztató programok egyaránt várták az érdeklődőket. A két város ezen az esten közel 150 eseménnyel járult hozzá az országos kezdeményezés sokszínűségéhez. Sárospatakon összesen 4 helyszínen várták a gyermekeket és a felnőtteket. Most az erről készült összefoglalón következik. Ebben az esztendőben 15. alkalommal rendezték meg a Múzeumok Éjszakája elnevezésű országos programsorozatot, amelynek keretében 380 intézmény, mintegy 2100 eseményt kínált az érdeklődőknek. Sárospatakon a Szentnegyedben a Képtár és a Szent Erzsébet ház várta nyitott kapukkal a vendégeket. A szokásos programokat is megszerveztük, ami nagyon népszerű a közönség körében. Éppen most fejeztük be a második borkóstolással egybekötött tárlatvezetésünket a Domján gyűjteménybe. Ebből még a ma este folyamán kettőt fogunk lebonyolítani. Van mód filmnézéssel, Felugosi László kísérleti filmjeit vetítjük folyamatosan, illetőleg a gyerekeket várjuk kézműves foglalkozással, dúcok nyomására van mód a Domján család engedélyével, például Domján fametszetek dúcairól lehet nyomatokat készíteni és hazavinni a emlékül a múzeumok éjszakájáról. Ez valami olyan lehetőség, amikor nem a szokásos múzeumlátogatásról van szó, kiegészített programokkal, érdekes kulturális kuriózumokkal lehet az embereket becsábítani a múzeumba, és hát nyilván mindenki ebben reménykedik, hogy majd vissza is fognak jönni az emberek egy-egy alkalommal. Leginkább egyébként éppen a gyerekeknél tapasztaljuk, hogy például a múzeumi pedagógiai foglalkozásokon részt vesz gyerekek, a szüleiket hozzák el éppen a múzeumok éjszakáján a rendezvényekre, vagy más alkalmakkor. A múzeumok éjszakájára olyan különleges tárgyakat vettünk elő a raktárakból, ami egyébként nem látható a nagy közönség számára. A téma, amit választottunk, az apáca munkák és a tűfestés, az akupiktúra, egy olyan különleges hímzés technika, aminek segítsége, vagy amivel képszerű alkotásokat lehet létrehozni, és néhány olyan textilt vettünk ki, miseruhát, társulati zászlókat, amit egyébként nem szoktunk kiállítani, és a kiállítás lévő 6 apáca munkát pedig részleteiben bemutatjuk. Ez az egyik témakör, a másik pedig a külső és belső tisztaság. A gyógynövényes kertünkre építve a gyógytejakóstolás ez hagyományosan most is lesz, és most is van, illetve a házi szappan készítésről tart előadást Jaskó Beáta, és azon kívül látogathatóak a kiállításaink egész este. Gyerekek is, felnőttek és idősebbek egyaránt jön. Elég szép forgalmunk van. A múzeumok éjszakáján a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma és annak valamennyi részlege a késő esti megvilágításban különleges utazásra invitálta a családokat. Még a legkisebbek bábjátékot néztek, addig a Vörös Toronyban az esti égbolt legszebb csillagait tekinthették meg távcsövek segítségével. Ebben az évben minden eddiginél többen, 1503-an vettek részt a múzeum programjain. Igazán megszerették a sárospatakiak, mindenki megmozdul, nagyon-nagyon sok család, tehát ez egy valódi családi program, de az arcokat tekintve sok-sok turista van. Itt idegen hangokat is hallani, szavakat, de más kontinensekre utaló színeket és arcvonásokat, ázsiai, afrikai jellegzetességű vendégeket is láttunk, de hallottam, hogy Feöreri szigetekről is érkező látogató is van már benne a várudvaron, tehát sok-sok helyről, akik turistaként most itt vannak a térségben, eljönnek, hiszen várat nézni, bevenni éjszaka különleges. A 3 kulturális intézmény közel 500 programmal járult hozzá az országos kezdeményezéshez. Hit, hagyomány, élmény. Ezzel a mottóval csatlakozott a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményei a Múzeumok Éjszakája országos programsorozathoz. Összességében közel 40 esemény közül válogathattak a családok, hiszen valamennyi korosztály számára volt program. A nagykönyvtár, a repozitórium, a múzeum és adattár csak néhány helyszín, ahová várták a kicsiket és a nagyokat. A téma az eleve adott az örökség témája, hiszen ez az évnek a kulturális témája, úgyhogy nekünk nagyon egyszerűen az volt a lehetőségünk, hogy ezeket a régiségeket, amiket
ami körülvesznek bennünket, azokat mutatjuk meg majd a nagy közönségnek, és ezek a olyan módon építettek egymásra ezek a programok, hogy meg lehet tekinteni egy kéziratot, meg lehet csinálni magamnak egy kéziratszerű oklevelet, meg lehet nézni egy kódexet, tényleg kézzel tapintható módon, pedig hát elvben máskor ezek más alkalmakkor elzártak, és hát meg lehet nézni, hogy egy könyv, hogy áll össze, milyen borítója van, milyen kötése, milyenek a hibás kötések, és ezeket végig lehet kísérni. A Sárospataki Református Kollégiumnak olyan hatalmas régi anyaga van, hogy bizony ezekből tetszőlegesen tudunk válogatni, úgyhogy így állt össze mondjuk egy fejedelmi könyvek kiállítás, ami régi különleges kötéseket mutat, de olyan módon, hogy egy közös téma van, mindenképpen valami fejedelem könyvtárából származik. Úgy igyekeztünk arányítani a programokat, hogy párhuzamosan 5-6 program is beleférjen, úgyhogy ha valaki hozta magával a kisgyermekét és leragad az ebru készítésnél, vagy esetleg elmegy a borkóstoló programra, akkor a gyerkőz nyugodtan nézhesse a diafilmet, hogyha egy kicsit ő is elpillett, mert már előtte gyertyát öntött, vagy éppen bábszínházat nézett végig. Sok programot gyártottunk, de talán azért, mert ez a változatosság ez benne van az egész kolléga körben. Mindenki tud egy kis olyan specialitást, amit a régiség kapcsán nagyon könnyű előszedni, és nekünk is ez játék. Nem volt nagy megerőltetés előállítani a programokat, és nagyon nehéz volt lemondani bizonyos programokról, amelyek így egymást kiegészítik. Régi fizikai eszközöket is újjáélesztettek a szervezők, de volt kézműves foglalkozás és lúdtollal való írás is. Nagyon különleges eszközeink vannak, hisz ha visszatekintünk az 1700-as évek elejére, akkor 1709-ben hazánkban először itt tanítottak kísérleti fizikát, így lehet mondani, hisz volt egy fiatal tanárunk, aki kim volt Leidenben, Simándi István, és nagyon sok eszközt hozott magával. És ezek közül, az eszközök közül az egyik legjelentősebb a laterna magicánk. Ez a mai vetítőgépnek az őse, kis üveglapok vannak benne a gépe, és hát bemutatja nekünk a bibliai történeteket, aztán az ókornagy csodáit, vadászjeleneteket, és sorolhatnám. Nagyon fontos volt ez a szemléltető oktatáshoz, hisz azt már Koméniusztól is a pataki iskolát vette, és ezt folytathatta a 18. században is. Simándi István egy nagyon fiatalon elhunyt tanár volt, viszont nagyon sok eszközt őrzünk tőle, és a 18. században több tanárunk volt kint, peregrínusként Nyugat-Európába, azon kívül fejedelmi, és ha így lehet mondani, nemesi pártfogók sora ment ki, például Patai Sámuel, és az volt az első, amikor Angliába is, vagy bárhol, ugye Londonba látott eszközt, hogy ő azt megvásárolta, és hazahozta, és behozta ide az iskolába. Úgyhogy elmondhatjuk azt, hogy a 18. századi fizikai eszközöknek a tárháza, amiből nem sok van hazánkba, nagyon híres a debreceni, aztán a pápai, természetesen a pannonhalmi, mert hát ugye ez az iskola nem maradhat ki, és akkor határon túlról is van egy pár iskola, akár a nagyenyedi, vagy mondhatok mást is, ahol őriznek ilyen régi eszközöket, de az egyik legnagyobb gyűjteménye itt a Pataki Kollégiumnak van. Igazából járva a világot, de és kritikusan hozzáállva a múzeumokhoz, én azt látom, hogy foglalkoztatni kell az embereket. Most már nem elég a klasszikus vitrines megoldás, itt be kell vonni az embereket egy-egy műtárgy keletkezés történetébe, meg kell nekik mutatni, hogyan készült ez, foglalkoztatni kell őket. Maga a mai technológia is megengedi ezt, valamint várják is ezt. Ugye a különböző közösségi portálok videó megosztók időszakában 3 percnél tovább egy valamivel, egy témával nem igazán tudunk lekötni egy gyereket, egész egyszerűen másképp kell hozzájuk fordulni azért, hogy ez egy működőképes megoldás legyen, és hogy át tudjuk adni üzenetünket. A Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményei az idei nagy érdeklődés után a jövő éven is tervezi, hogy színesíti majd a város programjait.
Zsidó kalácsfonás és hastánc a Kazinci Múzeumban, népi gyógyítás felfedezése, Berecz András népmesemondó szép halomban, és börtönőr ruha bemutató a fegyházban, Sátoraljaújhelyen ugyancsak színes volt a múzeumok éjszakája, most ezt az összefoglalót is megtekinthetik. Ilyen hosszú rudat fogunk sodorni, aminek az a lényege, hogy a két vége egy picit elvékonyodik, és középen vastagabb. Barhesz, vagyis a zsidó kalács vonását mutatta be Rubin Eszter írónő a Kazinczy Ferenc Múzeumban, ahol az idei Szent Ivánéi hosszú éjszakát az értékek köré építették fel. A Barhesz és Bagel könyv szerzője a mai zsidó identitás felé vezeti az olvasót, gasztronómián és életérzéseken keresztül. Erről is mesélt az író-olvasó találkozón az újhelyi közönségének Rubin Eszter. Egyedül nem lehet zsidónak lenni, közösségben lehet zsidónak lenni. A zsidóvás kifejezetten olyan, amit közösségben lehet gyakorolni, és egyébként nem annyira ijesztő a zsinagóga, tehát nagyon sok gyerek van, szaladgálnak a kertben, úgyhogy semmi félelmetes nincs, mindenkinek ajánlom, aki. Tehát és ki fog derülni, hogy ez egy valódi élő dolog, nem a múlt, hanem a jelen és a jövő. És hát az értékek éjszakája ez az éjszaka, és itt körülöttünk is rengeteg érték van ebben a kőkövön kiállításban, és hát hogyha a gasztronómiát mondjuk, az is egy érték, és az identitás keresésünk alapja, hiszen visszanyúlunk a családunk által használt ételekhez, még ha egy kicsit megreformáljuk is. Ebben a könyvben eredeti receptek vannak, vagy egy kicsit Rubin Eszterféle receptek? Hát inkább az utóbbi. Tehát ez a zsidó konyha egy nagyon jó belépő a zsidóság iránt, a zsidó identitás felé. Igazából számomra is ez volt talán az első lépcsőfok, a macesz gombócleves újra felfedezése. A zsidó konyha azért megújult az utóbbi évtizedekben, tehát a sok keleti hatás Izraelben is egy modernizálódott, a fűszerezéssel, a friss alapanyagokkal, úgyhogy ez egy nagyon modern és nagyon jó, nagyon, nagyon finom fogásokat tartalmazó konyha. Hát valóban a könyv tele van nagyon sok gasztronómiával, azt nem mondhatnám, hogy receptekkel, hiszen ezek az ételek inkább egy-egy hangulatot közvetítenek, inkább ihletet adhatnak a főzéshez, tehát nincsenek benne exakt receptek, ugye regényről beszélünk, hanem a szereplőknek a cselekvése, a nagy evések, nagy főzések, családi történetekbe simulnak bele ezek a fogások, és hát a jiddise málmeféle etetés. Úgyhogy azt gondolom, hogy aki tud főzni, ebből nagyon sok motivációt, illetve ihletet meríthet, megtanulni senki nem fog belőle főzni, viszont azt nagyon sokan a szememre hányják, hogy nem tudtak olvasni, mert állandóan le kellett tenni, és kimenni a konyhába, és gyorsan főzni valamit, és enni. Úgyhogy egy ilyen örök körforgás. Az interaktív közönség találkozó mellett volt még a múzeumban kocsi kiállítás, népi játszóház, élő zene a Baltazár zenekarral, és sok-sok izgalom, ahogy azt a múzeum dolgozói korábban is ígérték. Sokat beszélgettünk arról, hogy melyik a jó múzeumok éjszakája, amikor minden óramű pontosan percről percre betáblázva működik, vagy az, amikor él a múzeum, nyüzsgés van, minden sarokban, minden teremben van valamilyen játék lehetőség, néznivaló és valamilyen program, és úgy gondolom, hogy ez az idei múzeumok éjszakája egyelőre így sikerült, bár még világos van, hosszú az este és az éjszaka, de egyelőre nyüzsgőn és pezsgőn indult ez az este. Mi a tapasztalatotok? Valóban olyan arcokat láttok ilyenkor, akiket egyébként a tálatokra nehéz lenne becsábítani? Igen, látunk olyan arcokat, és ilyenkor természetesen nagyon sok család érkezik, tehát nagyon sok a kisgyermek, hiszen számukra is kínáltunk az este folyamán programot, lehetőségeket, játszóház az egész este folyamán igénybe vehetik, gyógynövényszövés, manósíp készítés. Amikor a felnőtteknek tartott a Rubin Eszter írónő előadás, akkor a gyerekek készítettek dolgokat, festettek, kis burgonyapuskát készítettek, illetve a Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa Erika, ő pedig a könyvtárunkban diaképmessékkel várta az érdeklődő gyerekeket, például a Mazsola és Tádéval.
Szent Ivánéi Múzeumi program célja, hogy becsábítsák az embereket a közgyűjteményekbe. Itt természetesen a tálatok megtekintése volt az egyik fő program. Mert hallottam róla, bár még én is nagyon rég láttam, de hallottunk róla, az emeleten lévő kiállítás volt meglepetés. De azt mondják, hogy az időszaki. Amint látják itt a múzeumok éjszakáján, valóban mindent élőben ki lehet próbálni. Engem is megbilincseltek, remélem, hogy az est további részében nem marad rajtam ez a bilincs, és tudok majd dolgozni. Szerencsére a fegyház dolgozói levették rólam a divatosnak egyáltalán nem mondható csuklópántot, így be tudjuk mutatni önöknek, hogy a Börtön Múzeumban idén is sok érdeklődő tekintette végig a magyar büntetés végrehajtás módjáról szóló tárlatot. Le vagyok nyűgözve, úgyhogy remekül sikerül. Nagyon jól végigvezet a történelmen, nagyon tetszik. Meg tetszik a hangulat, ami most itt uralkodik, ahogy bejöttem az ajtón is rögtön. Azt hiszem, hogy pont erről szól a múzeumok éjszakáira, de mindig rá is rácsodálkozunk, hogy érdekes, hogy kell egy ilyen program, hogy az embereket becsábítsuk a tárlatokba. Mást megnézett már? Nem, most még nem. Kifejezetten ide jöttem, ezt szerettem volna már máskor is megnézni, de nem volt alkalom, úgyhogy most csak ide jöttem. Tizedik alkalommal veszünk részt a múzeumok éjszakáján, mint rendezők, és van egy kör, akik mindig visszajárnak, akik érdeklődők. Nem feltétlenül csak a mi családtagjaink, hanem a városból van egy olyan kör, akiket érdekel, mindig az új programokat várják, ezért mindig készülünk is valami újjal, más korszakokat mutatunk be, más büntetési formákat, tehát ettől lesz így teljes az egész, és valóban akár egy ilyen közösségi élmény is. Börtön és fegyház dolgozóinak egy este, amikor együtt lehetnek, még akkor is, hogy nyilván figyelni kell, és ott vannak, mint munkatárs is. Igen, hát több mint 30 fő az, akinek ez az éjszaka így egy éjszakai szolgálat, de nyilván ez picivel több nekünk is, hiszen nem azt a munkát végezzük, másrészt pedig visszakapunk valamit a látogatóktól, mert meg tudjuk mutatni a hivatásunk, meg tudjuk mutatni azt, amivel foglalkozunk, vagy ugyanezt a régi koroknak megfelelően, és egyfajta visszajelzés nekünk is az, hogyha látjuk, hogy élményekkel távoznak. A kényszerítő eszközök kipróbálása mellett a börtönőrök készenléti egysége adott ízelítőt munkájukból, majd humorosabb formában a Szürke 50 árnyalata címmel a börtönőri viselet változásait mutatták be a Tiszalöki Börtön állományának tagjai. Aki ügyesen gazdálkodott az idejével, nem maradt le a széphalmi programokról sem. Ott a népi kultúra köré építették a programot. A néptáncosok mellett késő délután a népi gyógyításról Harangozó Imre néprajzkutató beszélt az irodalmi herbáriumban. Alapvetően a betegségeket ártóerőknek, valami rossznak gondolták. Egyfajta archaikus, ősi, dualista világkép nyomai láthatók ebben a világ jó és rossz erőkre. De ugyanakkor ott van ebben egyfajta egyisten hit emléke is, hiszen a jó az erősebb. A komoly téma után könnyedén a mese nyelvén ismerték meg a népi lélektant az emberek Berencz András meséi nyomán, aki pedig igazán kitartó volt, együtt ugorhatott tüzet a Bokréta Művészeti Iskola táncosaival, a bátrabbak egészséget és szerelmet varázsoltak maguknak az ugrással. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi volt a Mecénás című kulturális magazinunk. Találkozunk egy hét múlva, számítok akkor is a figyelmükre. Viszontlátásra!